Danganronpa. Igen, sidorú Danganronpát látnak a szemeid. Yes! Csak a Danganronpa. Egy picit hangos. A füleim! A füleim egy picit megszűntek létezni. Annyira jó volt az anime amúgy annó régen. Kíváncsi vagyok rá, hogy a játék mennyire lesz jó. Már átírtam, a játékot már upgrade-eltem, csak nektek még nem frissült. Jó kis Monokuma, de jó lesz ez a játék. Ez egy darabig el leszünk amúgy. Nagyon régen láttam már az animét, és már abból sem emlékszek semmire. Úgyhogy szerintem teljes élmény lesz a játék. Persze, hogy angol, sidorú, csak angol. Majd én fordítok. No, Fight Droid, ez egy visual novel. Ilyen rejtvényes visual noveles cucli. Trigger Happy Havoc. Danganronpa. Nagyon adom az intrót még mindig, de most már valamennyire hallom is a saját hangomat. Angol felirat, japán hang. Yep, az a tervem. Úgy akarom játszani. Inni. Ah, ez a menü. Na várjatok. Ó, ezek az effektek olyan old school. Nagyon jó. Na az a kérdés, hogy vannak-e itt még másfajta beállítások is, vagy csak ennyi az összes? Na nézzük! New game, gőzöm sincs róla! Japanese language, természetesen. Logic difficulty, gentle, kind, mean. Legyen kind, azt ajánlja a játék. Action difficulty. Ja, legyen közepes. Így is szívni fogok vele, mert azt sem tudom, hogy mi vár engem. Angolt kellett volna? Azt mondod, sidorú. Jó, én meg tudhatjuk oldani még egyszer. Ez a zene! Ah, dobhártyáim! Ez a stílus amúgy a játékban annyira jó. És most mi történt a sráccal? Gondolom nem élte túl ezt. Vagy... Hát nem élte túl. Mi az a throat singing amúgy? Erre nem számítottam, hogy lesz benne ilyen rész is. Amúgy ebben a játékban angol szinkron 10/10. Nem érdekel, én inkább a japánt választom. A japán az eredeti szinkron, és én mindent eredeti szinkronnal szeretek játszani. The massive high school towers over all the other buildings in this bustling urban area. Ha, tehát hatalmas iskolai tornyokkal van tele ez a terület. It's like the school stands at the center of the entire world, mint hogyha az iskola a közepén állna az egész világnak. Aha, az lesz ott az iskolánk? Hope Speak Academy. Tehát ez a remény csúcsának az akadémiája, Hope Speak. Az Islandet ismered? Természetesen. Hát a... Hogyha a csatornámon rákeresel arra a videóra, hogy miért néz Visual Novelt, ott az Islandről is beszélek részben, valamennyire ajánlom az Island Visual Novelt. És amúgy az nagyon jó volt. Az nagyon ütött nekem a végére. Egy pár plot hole maradt benne, de amúgy jó volt. Kicsit a hangerőn lejjebb kéne vennem, de az a baj, hogy ezen a ponton lehetséges ez? Controls, left shift. Aha, oké. Jó, itt is van rendesen VASD. De azt sem tudom, hogy milyen lesz a játék önmagában. Csak
játszani akarom a Danganronpát, megjött hozzá a kedvem. Nincs egy... nem olvastam végig. Váltok, vissza lehet nézni az előző? Nem lehet vissza nézni az előző üzenetet? They say that if you come here and manage to graduate, you will be set for life. Tehát, hogyha itt sikerül leérettségizned, akkor könnyű életed lesz. With hundreds of years of tradition, it sends the cream of the crop into the work office, workforce every year. Tehát csak és kizárólag a legjobb munkaerőt képzik itt ki ebben az iskolában. It was built to raise hope in the nation's future, which makes Hope Speak a pretty fitting name. Tehát a remény nevében lett ez az iskola megépítve, hogy egy fényesebb jövőt hozzon a világ számára, azáltal, hogy a legjobb embereket képzi ki. Két feltétel van annak érdekében, hogy ebbe az iskolába járhassál. One, you have to already be attending high school, tehát már egyetemre... A high school az ugye egyetem. A middle school a középiskola, ami picit máshogy működik japánoknál, mint nálunk, de legyen szakközépiskola, legyen szakközépiskola. szóval ez az elsődleges... hogy is mondjam, az elsődleges feltétel, hogy ide járhassál, és a kettő, you have to be very best at what you do. Tehát amit csinálsz, abban a legjobbnak kell lenned. No ordinary student can enroll here, the only way is if you are scouted by the school itself. Tehát csak kivételes képességekkel rendelkező ember járhat ebbe az iskolába, és nem jelentkezhetsz ide, hanem ők vadásznak letéged, hogy akkor hogy akkor ide járhatsz, ők küldenek neked levelet. Aha! And standing there at the gate of the ultimate school filled with the ultimate students... Hát ennek az iskolának a kapujában álltam én. Ki az az én? Makoto Naegi. Naegi Makoto. Ő a főszereplőnk. Amúgy igen, lejjebb akarom venni a játék hangot, csak... Az a baj, hogy én megsüketülök. Egy opció kéne, viszont itt még nem tudok opciót mondani. Before we go any further, I guess I should introduce myself. My name is Makoto Naegi. Igen, de most megmutatkozz nekünk, hogy ő Naegi Makoto. As you can see, I'm nothing but a hopelessly average high school student. Tehát egy rémátlagos középiskolás srác. Amúgy előfordult, hogy Hanako-nak a szinkron hangja. Ez a srác, aki a Naegi-nek is a szinkron hangja, ő nagyon sokat vállalt már. Hallottam már róla, hogy Japánban oltatnak magyar... Oltatnak? Oktatnak? Én nem hallottam arról, hogy oktatnak magyar, de azt tudom, hogy egy része a japán... Hogy is mondjam? A japán embereknek kifejezetten rajong a magyar kultúráért. Na azt mondja, average on the outside, average on the inside, tehát minden tekintetben átlagos a főszereplőnk, de mégis meghívták őt ebbe az iskolába. Ó, köszönöm szépen a follow-ot. Seriously? Srsli, xxxxx. Azt mondja, I really don't have much going for me when it comes to grades, special abilities and even personality. Tehát mindig azt taglalja, hogy mindenben rémátlagos a srác. I mean, yeah, I have hobbies and stuff I like to do, but it's not like I'm a psych or mutant or whatever. Tehát persze neki is vannak hobbiai, és ő is szeret dolgokat csinálni, de nincsenek különleges képességei, nem mutáns vagy akármi. Like, if you ask me what your favorite song was, or my favorite movie, or a TV show, they would all be just be whatever most popular at the particular moment. Tehát ő is csak a legnépszerűbb dolgokat szeret, egy totál casual ember. Even among the average, I'm completely average. So I can't even say I'm your everyday hero type. Hát mi csak nem is a hétköznapi hős alkatunk. Ugyanis prémátlagos minden tekintetben. That's just who I am, ő ez az ember. Anyway, I figure it's always good to introduce yourself right off the bat. Az a legjobb, hogyha az elején egyből bemutatkozol. Mennyire jó az anime? Amúgy az anime nem annyira jó, mint a játék, amiket én hallottam róla, de amúgy teljesen nézhető a sima Danganronpa, az első évad. Csak az, a többivel ne foglalkozz. Vannak nagyon rossz Danganronpa dolgok is anime adaptációk között. Jó, igen, bemutatkozott a főszereplőnk Naegi Makoto, but you know, if I have any kind of strong point, so to speak, tehát hogyha van egyetlen egy erőssége, I would say I'm a little more gung-ho than the other people. Mi az a gung-ho? Várjatok, ezt most megkérdezem, hogy mi az a gung-ho, ezt most én sem tudom. Mi az a gung-ho? Az oké, egy videójáték,
Vagy várjunk csak, mi ez? Egy vígjáték dráma a Gung-ho, így rákeresve, de mit akar ez jelenteni? Erre most kíváncsi vagyok. I'm thinking enthusiastic and eager. Tehát nagyon lelkes a főszereplőnk. Hát egyetlen egy dolog van, amiben ő kiemelkedő, és az a lelkesedése. Az, hogy mennyire pozitív, és mennyire reménnyel teli. Na, köszönöm a follow-ot, Jézusom, az egy név! Dirt 3? Oké, valami ilyesmi, nem vagyok benne biztos, üdv a streamen. Gamesrap, üdv a streamen. I mean, look at me, I'm completely ordinary, but still, teljesen átlagos vagyok, de akkor is. Még itt állok a Hope Speak Akadémiának a bejáratánál. De mi mindig nem hiszi el a főszereplőnk azt, hogy itt áll, hogy egy hozzá hasonló valakit meghívtak. Vagy általán túl tudja élni itt. I've got this overwhelming presence, like it's trying to swallow me whole. Egy ilyen nagyon ominózus hatása van az akadémiának, mintha egyben akarná felfalni. But it's no wonder I would feel that way. What you have to understand is, de nem csoda, hogy így érzek. Amit meg kell értened az, hogy... Well, let me just tell you about the preparation did last night to get ready for today. Hadd meséljek neked a felkészülésről, amit előző éjszaka csináltam, hogy felkészüljek a mai napra. Hopspeak Academy invites those students who are the truly elite in their field. Jó, igen, mi mindig azt mondjuk, hogy csak a legnagyobb eliteket hívják meg ebbe az iskolába. It's such popular topic, tehát annyira népszerű topic, hogy még online is vannak külön fórumok, amik erre a részre dedikálódtak. És egészen pontosan az iskolába járó emberekről szólnak ezek a különböző, hogy is mondjam, bekezdések az interneten. A különböző ilyen Reddit threadek, tudjátok, amilyenek Redditen szoktak lenni olyanféle bekezdések, posztok. So to prepare, I looked up some of these threads. Tehát ő is utána keresett ezeknek a különböző posztoknak. Gamesrap, örülök neki, hogy nyugtató a hangom, ezt hogy pár embertől megkaptam. Csak Totyanka, igen, 13 részes az első évad, és ott lezárul a történet valamilyen szinten. Tehát valami elkezdődik benne, és valami a végéhez ér, és lehet még folytatni, tehát valamilyen szinten nyitva hagyva a vége, jól emlékszem az animének, de már nagyon régen láttam, úgyhogy nem megbízhatom, amit mondok, nem 100%, hogy így van. Na, mindegy. Szóval, amúgy 13 rész az teljesen élvezhető a Danganronpából, viszont a játék az minden szempontból túltesz rajta. Amiket én legalábbis eddig hallottam róla, mindegyik azt mondta, hogy a játék messze jobb. Amúgy biztos, hogy Hanako-kun a szinkronja, mert ugyanaz a stúdió csinálta mindkettőt. Könnyen meg lehet, Totyanka. Na szóval, mit mond a főszereplőnk? And all I saw was talk about ultimate students who were way beyond your average high schooler. Tehát ilyen nem tudom, hogy fogalmazom meg, ez nagyon rossz. Tehát ez nagyon-nagyon menő diákok járnak oda, akik messze túltesznek még a legelitebb középiskolásokon is. Jé, vannak idolok is. For example, one incoming student is the ultimate pop sensation. Aha, tehát van... Tehát ez egy ilyen idol csapat, akiket szintén felvettek az iskolába, és gondolom ők a legjobbak között vannak. Super profi, kiemelkedő, ja... Ultra elit mindenség, super duper. I guess she's a high school girl who's also the lead singer for a pop group famous all over the country. Tehát egy ilyen idol csapatnak az énekese ez a csaj, aki gondolom középen van, mert ő van a fókuszban, és őt is felvették az iskolába. Akkor van egy ultimate baseball star, igen. He was the cleanup hitter for the National High School Champs. Pro teams already have their eyes on him. Tehát már a pro csapatok azonnal szemet is vetettek erre az űrgére, aki itt nagyon menőn tartja a baseball ütőjét és éppen üt. Tehát ő is egy ilyen nagyon elitnek számít. Ez a villagás, ez nagyon rossz volt. Then there is the ultimate fashionista. Fashionista! Milyen szép olaszos hangzása van. Tehát a hiper-super... Hogy is mondjam, divat valami? Tehát ilyen rendes divat magazinjai vannak ennek az iskolának? Akkor ez valami nagyon fullos dolog, ez nem jött át az animéből, hogy ennyire durva a helyzet az iskolában. She's been on the cover of tons of fashion magazines. She's what every high school girl wants to be. Jó, tehát ő az ultimate modell. Jézusom, még van egy biker gang leader is?
Onizuka gyerekkorában, vagy középiskola korában? Oh, and they mentioned the ultimate biker gang leader too. De hát ő egy ilyen tipikus lázadó, aki, tudjátok, vannak ezek a bondázós történetek, így a 90-es évek Japánjában, 2000-es évek Japánjában, hogy amúgy igen, menacing Jojo effektek. és amikor még voltak ezek a nagy bondázós dolgok, na akkor voltak ilyen nagy motorosok is. A 2000-es évek elején még Japánban egy ilyen teljesen más világ volt akkor még a középiskolás léte a Japánban, legalábbis a nagyvárosokban. The scary thing is, he is the de facto leader of every biker gang in Japan. Tehát Japánban lévő összes motoros bandának ő a vezetője, és mindenki imádja. Gondolom egy tipikus vezér egyéniség. On top of that, there is the ultimate martial artist, the ultimate fanfic creator, the ultimate gambler. Tehát van egy ilyen hiper-szuper harcművész, akkor van egy hiper-szuper fanfiction író. Fanfictionre van magyar szó amúgy? Hát aki létező történetekből ír originál dolgokat. Szerintem fanfictiont azt magyarul is fanfictionnek mondják, mert nincsen magyar megfelelője, emlékeim szerint. Azt mondja, ultimate gambler, hát aki szeret szerencsejátékokkal játszani, közöttük is van egy ultimate hiper-szuper, akit meghívtak az iskolába, akkor van egy hiper-szuper mi ez? Swimming, úszó, bajnok, minden. Akkor programozók között is a legjobbat ide meghívták. Clairvoyant. Álltok, clairvoyant, az mi is? Fordítgatni fogok így rendszeresen valószínűleg, mert akad azért egy-két szó, ami még nekem se világos, hogy pedig nem tudom lefordítani. Clairvoyant. Látnok, tényleg látnok. Ezt sok helyen hallottam már ezt a szót, csak még nem kattant a fejembe, hogy ez azt jelenti. Azt mondja, reading that made me realize how totally powerless I was. It was the country's finest top to bottom. Tehát minél többet olvasott a főszereplőnk utána az iskolának, annál jobban rájött, hogy mennyire erőtlen ezekhez az emberekhez képest. I felt like a tame little house cat who'd wandered into pride of lions. Úgy érezte magát, mintha egy kis tica bevándorolt volna az oroszlánoknak a felség területére. But still, there was something I couldn't stop thinking about. Tehát volt valami, amivel kapcsolatban nem tudta abbahagyni a gondolkodást. You see, there were a few students who I couldn't find any info on, no matter how much I looked. Hát volt egy csomó olyan diák is, akikről semmilyen információt nem talált a főszereplőnk. Ez egyfajta nyugtalanságot okozott neki. With all those ultimate students, I'm the only one without any kind of worthwhile talent. Hát az hiper-szuper tanulók között ő az egyetlen, akinek nincsen semmi kiemelkedő tehetsége. But then, what about those other new students who didn't seem to pop up anywhere? Tehát mi van akkor azokkal a diákokkal, akik sehol sem bukkantak fel? Could they be just average students like me, without any talent or anything? Lehetséges, hogy ők is csak átlagos diákok, mint én, semmilyen extra talentum, mi az, tehetség nélkül? That thought was kind of encouraging, I mean, I know I don't have much in the way of personality, tehát nincs valami nagyon egyedi személyisége, de attól függetlenül ez egyfajta megnyugvást adott neki, hogy vannak olyan diákok is, akik nem kiemelkedőek. But beyond that, there is an even bigger issue, tehát van egy még nagyobb probléma ezen túl. How did such an unbelievably average student like me get picked to come to this ultimate high school? Hogyan lehet az, hogy egy rémátlagos diák, mint én, ki lett választva, hogy ebbe a hiper-szuper suliba járjon? I mean, I guess there is a reason, biztos, hogy van valami oka. You just have to take one glance at the acceptance letter they sent me to see why. Tehát csak a meghívó levélre kell ránéznem, és akkor rájövök, hogy miért hívták meg. We recently held a lottery to select one ordinary student to attend our school. Tehát volt egy ilyen lottószerűség, hogy kiválasztanak egy rémátlagos diákot, aki az iskolájukba járhat. És az lett a végeredmény, hogy a főszereplőnk, a Naegi nyerte meg ezt a lottót, és ő lett az ultimate, a hiper-szuper szerencsés diák.
Ő a rémátlagos srác, aki az, az egyetlen kiemelkedő dolga, hogy átlagos. Az Ultimate Mocker, amúgy igen. Kb. Ez a megfelelő szó egyébként a főszereplőre. Tehát meghívják a főszereplőnket a szerencséje miatt. They spelled it out plain as day, I got invited by pure luck, tehát csak a nyers szerencse miatt hívták őt meg. Honestly, I probably would have been better of just declining their offer. Az lett volna legjobb, hogyha visszautasítom az ajánlatokat. De amint hallottam, hogy ha itt leérettségizel, akkor fixen sikeres lesz az életed később. Egyszerűen nem tudta visszautasítani. Aha. But then actually standing in front of the school, tehát de amikor már az iskola előtt állok nyíltan, akkor már egy kicsit elveszve érzem magamat. Like I didn't belong here, I could feel myself losing my nerve. Hát úgy éreztem, hogy mintha nem ide tartoznék, és egyre idegesebb lett. But still, I can't just stand here in front of the gate forever. Tehát nem állhatok örökké itt a kapuban. Frozen in place, murmuring to myself, I looked down at the acceptance letter clutched in my hand. Tehát csak magába motyogva ránézett a meghívójára. It said there would be a meeting for all incoming students in the main hall at 8 a.m. Tehát minden egyes új diákot meghívtak az iskolába, hogy ma ezen a napon reggel 8-kor találkozzanak a fő aulában. The meeting still isn't for a little while, tehát még egy darabig nem esik meg ez a meeting a nagy, hogy is mondjam, találkozója az új diákoknak. De jobb lenne, ha inkább bemenne a főszereplőnk. Ja, menjünk! Let's go! I gathered all my determination and tried to act like I would done this a million times before. Ja. Tehát összeszedte minden bátorságát, és megpróbálta nagymenőn eljátszani a széletet, mintha már sok ezerszer játszotta volna el. És megtette az első lépését az ajtó irányába. Mennyit fogok beszélni ezen a streamen, azt a rohadt életbe? És akkor most VN maraton lesz? Hát most az a célom, hogy a Danganronpának az első részét mindenképpen kijátsszuk. Hogyha egyszer elkezdtem valamit, akkor nem szeretem félbehagyni. Azt mondjuk nem tudom, hogy beszélgetős rész az lesz, mert ha ebben nagyon belemerülök, akkor nem fogom tudni félbehagyni. 70 óra maga a gameplay, Sidoru? Vagy neked annyi volt? Nekem akkor valószínűleg több lesz, tehát majd meglátjuk. Elfáradsz abba, hogy kijátszod a játékot. Hát az elképzelhető, Totyenka, elképzelhető. This is where we are supposed to meet, right? I guess I'm the first one here. Azt hiszem, én vagyok az első, aki ide érkezett. There is a really elegant clock over the corner. Tehát a sarokban van egy nagyon elegáns óra, és azt írja, hogy 7 óra 10 perc van reggel, és 8-kor lesz a találka. Úgyhogy ez egy darabig el fog tartani, amíg megvárja a főszereplőnk az embereket. Tehát van még egészen pontosan 50 perce. Egyértelmű, hogyha ilyenkor rájössz, akkor még senki nincs itt. I was so wound up, I got here way too early. Tehát annyira izgult, annyira rá volt stresszelve a mai napra, hogy nagyon korán felkelt és inkább jött minél hamarabb. I have plenty of time before the meeting, just standing around waiting isn't exactly... Hát rengeteg idő van, nem muszáj itt áldogálnom és várnom. I should take a look around the school, maybe that will help me calm down a little. Tehát hogyha kicsit körülnézünk az iskolában, akkor lehet, hogy lenyugszik a főszereplőnk. A gotik mennyi volt? Hát körülbelül 28 rész alatt volt meg az 28 óra. Tehát a gotik 2 28 óra volt gameplayileg. Úgyhogy már abban mindent tudtam, itt viszont semmit nem tudok, hogy mi hogy van, úgyhogy még rá kell számolni extra időt, amíg rájövök mindenre. Nya. I am a student here now, so there shouldn't be any problem with me having a look around, right? Hát most már diákok leszünk itt, szóval semmi probléma nem lehet azzal, hogyha körülnézünk az iskolában. Reméljük, hogy nem lesz belőle probléma. Amúgy ki lehet egyáltalán lépni valahol? konkrétan nem látok olyan opciót, hogy system, majd per pillanat elvileg a systembe kéne lennünk. Várjátok, window off, auto mode, egy settingset akarok keresni, mert megsüketülök a zenétől, lejjebb kéne vennem a zene hangereit. Majd később azt mondod, Sidoru, oké. Okay. It will help me kill some time if nothing else. Tehát legalább elütöm az időt addig is, amíg nem jönnek az emberek. Ebből egységes végigjátszás lesz. Hát Polyohu, kétlem. Jégabesz Alt-F4, az nem megoldás, még mindig. Azt nem eszem meg. Trying to play it cool, I took my first step into Hopespeak Academy.
megtette az első lépését az akadémiába. It was my first step towards starting a new life in a new school. Ez volt az első lépése, hogy egy új életet kezdjen egy új iskolában. At least that's what I was hoping, legalábbis ezt remélte. What the? Micsoda? Nani? But the instant I took that first step forward, az első lépést után egyből meghajlott a tér. Így összecsavarodott minden. It was like some kind of delusion melting away and mixing together into something else. Tehát, mint hogyha valami képzelődés lenne, ami összeolvad, és valami mássá válik. Spinning, mixing, melting away, then spinning again. Forog, összeolvad, és forog ismét. And the next moment, és a következő pillanatban minden sötét lett. That was how it all began. Így kezdődött minden. And how life, as I knew, it came to an end. Hát az élet, amit eddig ismertem, a végéhez ért. Gothic 2-n pont füvezés volt, itt meg füvezés utáni képek. Vajon véletlen? Liánki, nincsenek véletlenek. Olyan nincs, hogy véletlenek. At that point I should have realized, ezen a ponton észre kellett volna vennem. The reason I was brought to Hope's Peak Academy wasn't because I had ultimate good luck. Nem azért hoztak engem ide ebbe az akadémiába, mert nagyon szerencsés voltam. Hanem azért, hogy megtapasztaljam a hiper-szuper kétségbeesést, az ultimate kétségbeesést. Ha. Welcome to despair. Aha, tehát ez a kétségbeesés iskola. Aha. Aha, do you want to save the data? Yes, kész a prológusunk. Empty slot. Csak nem kaptunk egy menüt végre. Jézusom, spooky zene nagyon. És most már van opció? Nem, mindig nincs opció. Oha, oké. Most jön a prológus, ez még a prológus előtti rész volt. Oké. Na, mi történik? Pont. Még több pont. Na, mi történt a főszereplőnkkel, Naegivel? What? Micsoda? Hol vagyok? I woke up with my head resting on the top of a hard wooden desk, tehát egy kemény fa, mi ez? Fapadon nyugtattam a fejemet, úgy ébredtem fel. Az egész testem nehéznek érződik. It's pretty normal for me to zonk off in the middle of some boring class or whatever, but eléggé átlagos az, hogy elalszok egy unalmas órának a közepén, de mit csináltam, mielőtt elaludtam? This isn't the classroom I've ever been in before. Ez nem egy olyan tanterem, amiben jártam ezelőtt. What the heck is going on? Mi folyik itt? Milyen rohadt jól meg van csinálva az animáció amúgy. Welcome to Hope's Peak Academy. Firstly, we would like to explain the basic controls. Hát oké, el akarja magyarázni az alap irányítást. You can use the mouse to adjust your aim. Mi? A célzást lehet az egérrel irányítani. If you aim at an object you can interact with, you can press the left mouse button. Tehát, hogyha egy olyan objektumra, egy olyan tárgyra visszük az egeret, amivel interakcióba tudunk lépni, akkor bal klikkel tudunk hozzáérni. And presto, you will investigate the object. Oké? Okay? Use the WASD buttons to adjust your viewpoint. Tehát WASD gombbal lehet a nézetet állítani. Or you can press and hold the right mouse button and move the mouse around. Tehát, hogyha a jobb klikket nyomjuk, akkor nem kell WASD-vel állogatni a képernyőt, a kamerát, hanem képesek vagyunk az egérrel is. Aha. Why don't you try looking around in the classroom? Aha. Ez milyen rohadt jól meg van már csinálva, és WASD-vel... Aha. Hát ott például van valami cucc. Na, mit találtunk? That's the desk I fell asleep on. I can still see a line of drool. Még a nyálamat is látom az asztalon. Nem vártad, a feltakarítanom később. Mi ez az asztalomon? An orientation guide. Egy orientációs... orientációs a szép magyar szó. Szóval egy ilyen guide. Egy kis segítség. It's some kind of cheap looking pamphlet, and there is something handwritten on it. Van valami kézírás rajta. The next semester is about to start. Indul a következő szemeszter. Starting today, this school will be your entire world. Ez az iskola lesz az egész világod innentől kezdve.
Mi a fene? Ez valami rossz vicc? Azt mondja Nelgi. Ha, ezt már megnéztük. Ja, ezt most ugyanazt Aha, tehát többször is ugyanazt a beszélgetést le tudjuk futtatni, hogyha valamire nem figyeltünk. Oké, ez fontos. Akkor, ott van egy kamera. Is that a surveillance camera? Igen, tehát ez egy ilyen... Minek hívják ezt? Biztonsági kamerának. It's a dangerous world we live in. I guess they have these to keep weirdos from just wandering in. Hát valószínűleg csak azért tartják ezeket, hogy a fura emberek ne nagyon vándoroljanak be ebbe az iskolába. Oké. Az órával kapcsolatban tudunk valami jót? Jeez, I can't believe it's already 8 o'clock. Már is 8 óra van. It was just after 7 when I first got here. Ah, tehát ugye 7-10-kor történt valami velünk, és már 8 óra van. Valami kiütött minket teljesen, és itt ide kerültünk. Has it really been almost an hour since then? Több mint egy óra, és lassacskán egy óra telt el azóta? Ó, az ott micsoda? Ez tök jó! Ez amúgy esküvőjel vezem ezt a mechanikát. What a TV! The school is funded by the national government, so I guess it's not that weird to have a TV in here. Aha, tehát az állam financiálozza. Szóval az állam az, aki minden pénzt ad ahhoz, hogy az iskola megtehesse mindent is, szóval nem fura az, hogy egy TV is van itt. Something feels off, I wonder what it is. Valami nem stimmel, de vajon micsoda? Ott van egy ajtó. Ki tudok menni az ajtón? Ó, oh, köszönöm szépen a fállapot. Farkas, egy Kaguya, egy Sama, egy... Farkas, Kaguya-sama. Oké, tudom, Kaguya-sama, ti biztos Discordos Kaguya-sama vagy, ebben egészen biztos vagyok. Szóval üdv a streamen és köszi a fállapot. I would better look around the classroom a little more before I head out. Jobb, hogy körülnézek, mielőtt még elhagyom a termet. Mi van még itt? Ez micsoda? What the heck? Micsoda? In a normal classroom, that's where the window should be. Itt kéne lenni az ablaknak minden normális tanteremben. But it looks like some kind of metal plate has been bolted over it. Hát mint hogyha egy acéllemezt erősítettek volna oda, mondjuk azok a csavarok imádnivalók amúgy. And if I were to knock on it... Aha, it definitely is metal. Hát rendesen fém valamivel vannak lefedve az ablakok. Teljesen kemény és szolid. Wait, that's not what matters here. More importantly, why are there metal plates over the windows? Miért vannak egyáltalán elfedve az ablakok? Okay, let's see. So what might have happened is... Szóval ami történt, az valószínűleg az, hogy... nagyon bestresszeltem, elájultam a hallban, az aulában, ahol találkozni kellett volna az emberekkel, és valaki ide cipelt engem. Ez az elképzelés. Ha ez az igazság, akkor ez azt jelenti, hogy ez per pillanat a Hope Speak Akadémiának a belseje. But then, if that's true, legalábbis akkor, hogy ez az igazság. That just raises more questions. This is all really strange. Ez nagyon fura az egész mindenség, ahogy kinéz minden. Totyenka, oké, neked is jó szórakozás, bármit is csinálsz. I mean those metal plates covering the windows, it's like it's a prison or something. Tehát olyan, mintha egy börtönben lennék sokkal inkább, mint sem egy iskolában. Melyik nekem ez volt mindig az élményem iskolában, úgyhogy nem tudom, hogy Nagi miért találja annyira furának. None of this makes any sense, semmi értelme ennek az egésznek. I should probably head back to the main hall. Vissza kéne mennem az aulába. It's already past the meeting time, there might be other students there now. Hát lehet, hogy most már vannak más diákok is az aulában. You can leave the classroom by pressing R key. Várjál, mielőtt még elhagyom, még ennyi? Ennyire tudok csak körülnézni? Ott fent esetleg a plafonon valami... Ha, úgy tűnik ennyi. Akkor R betű. Leave the area? Yes. Hagyjuk el a területet. Nem tudom, de eddig nem nagyon szerettem streameket nézni, de a Regis streameket nagyon élvezem. Örülök neki, Dying Voice. Végre megnyíltál a streamelésnek akkor. Amúgy tök jó dolog, ennyi szeretek streameket nézni, főleg amikor valakinek be nem áll a szája, az a legjobb. Jeez, this hallway is kind of weird too. Ez a rész is teljesen bizarr. This is getting stranger by the second. Minél előrébb megyek másodpercre, egyre furább lesz minden. I honestly have no idea what's going on, mert semmi ötletem nincs arra, hogy mi történik. Well, for now I just head to the main hall. Tehát menjünk a főaulába, ahol voltunk legutóbb. VASD-vel tudunk mozogni. Hold down the shift key while moving to run.
Ó, tehát itt is tudunk szaladgálni. Also, you can press the tab key to bring up the map. Aha. Press the tab key again, close the map, how convenient. Tehát, aha, itt tudjuk ezt megnyomni. Ó, és rendesen tudunk rohangálni. Ó, ezt nem tudtam, hogy ez ilyen fajta. Itt voltunk benn, ugye? I wonder where this red door leads. I'm starting to feel sick here. Aha. Be tudunk menni? Ja nem, nem tudunk bemenni, nincsen kulcsunk, gondolom. És tudunk gyorsan szaladni. Itt voltunk benne az előbb? Aha, nem lehet benyitni. És ide? Aha, ez is be van zárva. Despair Hotel! Micsoda? A kétségbeesés hotel. Erre? Onnan jöttünk. Akkor erre? Gondolom erre? Hello? Ez mi ez? Ide be tudok menni? Ah, locked. Oh man, ez is be van zárva. Keep out! Akkor ez is be lesz zárva, gondolom, hogyha keep out van. Na, ez a raktár, oké? Okay? Ha, itt bent van valami? Ide be lehet menni? Oh, ide be lehet menni. By the time I got back to the main hall. Tehát ez a main hall, oké? Okay? Tehát mindenki más már itt volt. Egy ismerős arcok mindenütt. Kirigiri! Egy-két névre még emlékszek. De amúgy nagy részük kimaradt. Például az afros rác, akinek nagyon égnek áll a haja, na ő rá abszolút nem emlékszek. Benne volt egyáltalán az animében, nem is tudom. Akkor ti mind... Aha, ők mind ugyanúgy diákok. Ők az új diákok. Összesen 15-en vagyunk. Akkor valószínűleg ez mindenki. Standing before me were the ultimate students that had been handpicked by the school. Tehát ezek a hiper-szuper diákok, akiket úgy választott ki az iskola. I looked around at everyone who'd gather there, taking in their faces one at a time. Tehát végignéztem mindenkinek az arcán egyenként, magamba fogadva a képet. Maybe I was just imagining it, but I swear I could feel kind of aura coming from each one of them. Tehát mindegyikükből, mintha valami aura jönne. Úgy érezte a főszereplőnk. Olyan jól össze vannak rakva ezek a cinematikok, amikor összeáll a szoba. Valamiért nagyon-nagyon bejövős. How's it going? Hogy ityeg? Én vagyok Naegi Makoto. Azért nem abban a sorrendben olvasom, ahogy írja, mert a feliratban az angol nyelv szerint van, tehát elő van a keresztneve a főszereplőknek, a Makoto, és utána a vezetékneve, viszont a japánban ugye ugyanúgy van, mint a magyarban, hogy elő van a vezetéknév, és utána a keresztnév. És én inkább japán szerint ejtem Naegi Makotónak. Ja, igen, szóval úgy. Szóval a mi nevünk Naegi Makoto. Mi vagyunk a főszereplők. Sorry I'm late. Bocsi, hogy késtem. Egy pár dolog történt, és arra eszméltem fel, hogy elaludtam. Veled is ez történt? Things just keep getting curiouser, curiouser. De nagyon fura curiouser szó. Egyre érdekesebbek és érdekesebbek a dolgok. So strange. I declare beyond the shadow of doubt that is a strange situation indeed. Tehát... Ő is azt mondja, hogy ez egy nagyon fura szituáció. Miről beszélsz? I honestly have no idea what's going on right now. Nekem sincs semmi ötletem arra, hogy mi történik. Just a moment. There is something else we must address. Tehát először valami mást kell megbeszélnünk. Makoto, your tardiness is unacceptable. Surely you were aware that the meeting... Tehát, hogy nagyon, hogy is mondjam... mi a megfelelő szó erre? Hogy nem vagyunk elég rendezettek, nem vagyunk pontosak. Hogy nem értünk ide 8 órára kereken. Ez a legfontosabb problémája ennek a jó embernek természetesen. Rendetlenek vagyunk, tényleg sidorú ez a megfelelő szóra. To be late on your first day is unspeakable. I must report you, and you must accept your due punishment. Tehát mindenképpen jelentenie kell azt, hogy mi elkéstünk, és hogy megfelelő büntetésben kell, hogy részesítsenek minket. Amúgy eléggé Rinnegan szemei vannak, de amúgy a Danganronpás karakter dizájnoknál meg lehet figyelni, hogy mindig rohadt jók. Csak ránézek egy-egy karakterre, és látom, hogy ez egy egyéniség. Annyira nagyon jól meg vannak csinálva. What's your problem? It's not like he wanted to be late. He didn't have any control over it. Nem, mint hogyha el akart volna késni, nem volt semmi irányítása felette.
Na, végre! Végre! Hina? Hina? Hina a neve? Azt hiszem ennek a csajnak. Nem emlékszek már rá. Everyone just calm down. Listen, why don't we all go around and introduce ourselves? Miért nem megyünk végig mindenkire és mutatkozunk be egymásnak? Nyugodjunk le! Azt nem mondtam, úgy kezdődött. The hell? Now is no time for freaking introductions. Az, mi a fene? Nem most van itt az ideje a bemutatkozásoknak? Ezek a smug nevetések amúgy. Maybe, but it may be good to at least find out who we all are before digging into the bigger problems here. Tehát, Aoi volt a neve, Sidoru? Valamiért Hinára emlékszek, nem tudom. Na mindegy, maybe, but... Ja, szóval, jobb lenne először bemutatkozni és az apró problémákat letudni, aztán foglalkozunk a nagyobb képpel. I mean, how are we even supposed to talk to each other if we do not know each other's names? Hogyan kéne beszélnünk egymással? Sakura hívta Hinachi... Amúgy kajak, Sidoru! Szerintem az kever be nekem. Szóval, hogyan kéne egymáshoz beszélnünk, hogyha egymás neveit sem tudjuk? Mondjuk ez egy fair kijelentés, igaza van. Okay, so let's get to introductions. Nehéz az angol nyelv. Szóval, okay, so let's get introductions out of the way, then we can move on to whatever else. Sounds good. Szóval először mutatkozzon be mindenki, aztán utána csináljuk a dolgainkat. Jó hangzik? I'm still totally lost, but I think it's the best to just focus on getting to know each other for now. Hát én is még mindig teljesen el vagyok veszve, de ettől függetlenül jó lenne csak mindenkit megismerni. So I guess this is a good chance, as I'm... Aha, tehát ennél jobb esélyem úgyse lesz. I already looked everyone up at HopeSpeak Academy online, but I still don't really know what kind of people they actually are. Tehát már utána nézett mindenkinek, minden osztálytársának a főszereplőnk, hogy ki kicsoda, de a személyiségeiket nem ismeri. Hogy egészen pontosan milyen emberek is. I will start by talking to those five over there. Tehát ehhez az öt emberhez kezdünk el először beszélni. Aim at students and press... Hát, tehát céloznunk kell valamelyik diákra, és beszélnünk kell vele. Kezdjük az otakuval. A legszimpatikusabb első ránézésre. Hifumi Yamada. But if you want to call me by... Jézusom! Miért váltogatja ennyire a hangját? Júj, de fura! Hősünk kicsit paranoiás, de az a jó, hogyha paranoiás a hősünk. Én is paranoiás vagyok a valóságban, szóval teljesen azonosulni is tudok vele. Szóval, az ő neve Hifumi Yamada, vagy Yamada Hifumi, hogyha japánosan akarjuk. But if you wanna call me by nickname, the Alpha and Omega, I don't mind. Oké, okay. Tehát a neve Yamada Hifumi, de hogyha szeretnénk a becenevén hívni, akkor az ő neve az Alpha és Omega. Hogyha nem találjuk túl megterhelőnek a nevét. Ő a fanfic creator, tehát ő a fanfiction író. By the way, how much do you know about the world of 2D art? Mennyi tudsz a 2D világnak a művészetéről? Én mindent tudok. Reginek kicsit fájni fog a torka ez a stream után. Igen, Dying Voice, de nyugi, most iszok rendszeresen. Most is mindjárt iszok, pillanat. Na szóval, a 2D-s világ? Nagi nem elég művelt, ő nem ismeri a 2D-s világot. Well, in that world I am well known and supremely well regarded as the ultimate fanfic creator. Tehát a 2D-s világban ő csak úgy ismerik, hogy ő a végső, a hiper-super fanfiction író. Tehát volt egy olyan fan mangája, vagy doujinja gondolom, ki tudja, amiből 10,000 darabot adott el. The event has passed into a legend, tehát egy legenda lett abból az eredményéből. Some of them didn't get it, but of course saying I would tainted the event, how stupid can you be? Tehát volt, aki nem bírta ezt elfogadni, azt mondta, hogy ez csak bemocskolta az egész jelenséget. De hogy lehet valaki ilyen hülye? Minden elrontott angol szó után egy kortyházi pál lesz. Hát, Vocaloid Lover, sok szerencsét. Szerintem előre hívjad a detoxot, mert az nagyon durva lesz. That's too bad about it, them. But still, selling 10,000 copies like that is definitely pretty remarkable.
Tehát még úgyis, hogy a főszereplőnk nem igazán tudja, hogy mi van. Még úgyis azt mondja, hogy elképesztő az, amit elért, hogy 10 000 kopit eladott egy adott fanfictionből. The words of such idiots mean nothing to me. I am like Van Gogh. Utterly unappreciated in my time. Hát Van Goghoz hasonlítja magát Hifumi. Azt mondja, hogy ő ugyanúgy nem fog elismerést kapni élete során. I am a soldier, serving night and day to destroy all mindless preconceptions about fanfiction. Tehát ő egy harcos, aki a nappalt és az éjszakát szolgálja, hogy elpusztítsa az előítéleteit az agyatlan embereknek a fanfictionökkel kapcsolatban. Tisztelni tudom amúgy. Yamada Hifumi, te egy tiszteletre méltó ember vagy. Terjeszti az igét, és ő is egy kultúrát ember. Hun Tofix, halló, üdv a streamen. Aoi Asahina, Asahina, és tényleg ott a hina. Na, szóval, I'm sure if you were to observe my work, Mr. Naegi, you would... Naegi-san, legyünk Naegi-sannál inkább. Naegi-san, you would comprehend its greatness immediately. Szóval biztos vagy benne, hogyha megfigyelnéd a munkámat, akkor fel tudnád fogni a nagyságát azonnal. For my work is filled with the deepest meaning. Hát az ő munkája a legmélyebb jelentéssel van tele. Oké, okay. Hát a dojinok meg tudják menteni a világot, ezt már mindenki tudja szerintem. What kind of meaning? Milyenféle jelentéssel van tele? It's about embracing our basic urges. A legbelső vágyainkat kell átölelnünk. I don't think I would want to comprehend it. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt fel akarom dolgozni. Ó, Kaguya, köszönöm szépen az ajándék, közösségi ajándék előfizetés, az micsoda amúgy? Na mindegy, szóval köszönöm szépen Kaguya-sama, hogy ajándékoztál Barkham 29-nek egy szabot. nehéz feldolgozni azt, hogy mit akarok. 11. fokozatú amúgy, nice. Na, szóval, vissza a Danganronpához. I don't think I wanna comprehend it. Nem biztos, hogy fel akarom dolgozni, vagy fogni azt, amit mondasz. Leon Kubata. Kubata Leon. Na, te milyen ember vagy? Osz! Yoroshiku! Oké. Okay. Őt már bírom, ő már szimpatikus. Hát az ő neve Kubata Leon. Hogy ittyeg? Ultimate Baseball Star. Jó volt a baseballos srác! Aha! Ezt a nevet felismerem. Egy picit másképpen nézett ki az elején a képen, de ezt megbocsátjuk. Nálam csak a játék halk. Halk a stream, azt mondjátok? Akkor legyen itt, mert nem is akarom, hogy túl hangos legyen. Vörös hajú, tehát ír. Igen, David, vagy David Biblia, személy. Na, szóval. Naegi Makoto, ja igen, ez a főszereplők most, az ő dialógusa. He played for the National High School Champs as their cleanup hitter. Tehát ő volt az ütője a nemzetközi bajnoki baseball csapatnak, és ő volt az Ultimate Baseball Star. Ez igazából magyarul is szerintem értelmezhető volt ez a kifejezés. And that suburb athletic specimen is... You? Seriously? Tehát tényleg te vagy az a legendás ember? Ha? Mi a problémád? Semmi, csak meglepődtem. I figured with you being the ultimate baseball star and all, gondoltam, hogyha te vagy ez a hiper-super baseball csillag, akkor gondolom a főszereplőnknek picit magasabbak voltak az elvárásai kinézetet tekintve. De ugye a karakter dizájna teljesen jó neki is, nem értem a problémáját Naeginek. What were you expecting? Some kind of a... some kid with a shaved head? Kit vártál valami srácot leborotvált fejjel? Leborotvált fejjel? Nem egészen. Egészen pontosan inkább valami sportosnak kinéző, tradicionális baseball játékos figurát képzeltem el. I mean, when I found the article and picture of you online, that's how you looked then. Tehát amikor online megtalálta róla Naegi a képét, akkor sokkal inkább így nézett ki. Ez az online kép volt. What? Oh man, you found a picture of me playing baseball? Seriously? I hate that picture! Hát utálja azt a képet, ami akkor készült róla, amikor baseballozott. This is not cool! This is so not cool! Ez annyira nem jó! Ez nagyon nem király! Seriously, I'm like mega embarrassed right now! Ez most nagyon zavarban vagyok per pillanat.
I didn't have a choice, okay? Shaving your head is like... There is a part of National Championship Regulations, tehát a Nemzetközi Bajnokok Ligájában ez egy alapkövetelmény, hogy borotvád le a fejedet. But now, I refuse to cut my hair and I'm not gonna dye it back to normal either. Tehát nem fogja visszafestetni a haját normális színre, és nem is fogja levágatni a haját. Aha. Á, olyan kellemes, ez kb. Olyan, mintha egy hangos könyvet hallgatnék. Amúgy ilyen a Dying Voice, ennek ez a lényeg a Visual Novelnek. Főleg, hogy fel is olvasom nektek, így rohadt kényelmes lehet amúgy. Actually, can I be totally honest with you? Lehetek veled őszinte kérdezni tőlünk, Leon? Nem szeret baseballozni? Ő az ultimate baseballos ember és nem szereti a baseballt. Ez mekkora irónia már, de tetszik. Mint Reggie és a Minecraft videók. Yeah. I don't like baseball, like, at all. I've never gone to a single practice. Egyetlen gyakorlása sem ment el baseballban, és így lett ő a number one hiper superstar. Azért ez durva amúgy, akkor nagyon tehetséges lehet az a srác. He's never practiced, and he was still his team's star player. He's kind of a prodigy. Valami ős tehetség. And as soon as I got accepted here, I quit baseball for good. Hát amint felvették őt ide, azonnal ott hagyta a baseballt. Megvannak a saját álmai az ő jövőjét tekintve. Nem tudom, hogy miért hallgatott... Mi? Hallgatokot írtam. Oké, Dying Voice. Ja, hogy zabálsz közben. Hát egészségedre. Patogatok kukoricam, amit nekem is jól esne, de közben nem tudnék beszélni, mert meghadna a torkomon szerintem. Én pedig reménykedtem, hogy Gothic után Minecraft lesz. Barni basa, nem. Nem akarok Minecraftozni, nagyon nem. Na szóval, ő egy jobb jövőt akar. A Leon. Ennek érdekében azonnal ott hagyta a baseballt. My only path in life is getting into music. Hát ő inkább a zeneterén érdeklődik. Ő zeneterén akar elhelyezkedni. You can feel that star quality aura I have, right? Hát érezni belőle azt a nagy csillagok, a nagy sztároknak az auráját érezni belőle, nem? Azt kérdezi tőlünk. Hogy, tehát ő énekes akar lenni és dalszövegeket akar írni. And someone on guitar and we're all set. Tehát már csak egy gitáros kéne és minden megy. This new version of me that's chasing after my dream is like super cool to the max. Hát ez az énje, aki az álmát üldözi, ez egy nagyon menő dolog. Ki van maxolva a menősége, úgy érzi. Hát jó, ha ő így érzi, akkor biztos ez az igazság. Vagy amúgy bírom a fejét, szimpatikus rác. I can't believe what I'm hearing. I never imagined I would hear something like that from a baseball star. Nagy, nem gondoltam, hogy ezt valaha is hallani fogja egy baseball sztártól. Köszönöm szépen a szabot, Kaguya, Farkas, Kaguya-sama, ja, jó lesz ez így. I can't believe what I... De igen, ezt már olvastam. Akkor következő a legszimpatikusabb csai ötük közül. Sayaka Maizono. Maizono Sayaka. Ő amúgy szimpatikus, vagy csak nem őt ismerte amúgy a főszereplőnk valahonnan az animében. Mithogyha... Amúgy azt hiszem most lett meg a 15 szerintem ezzel. 14 vagy 15. Valamelyik a kettő közül. Majd következő streamre, hogyha összegyűlik ugye a 15, akkor rakok be emotokat, amiket lehet claimálni rendesen. Meg akkor egy csomó új opció is megnyílik, remélhetőleg. Na majd meglátjuk. Hi, I'm Maizono Sayaka. I'm looking forward to knowing you. Hát már alig várja, hogy megismerjen minket. Ultimate Pop Sensation. Ja, ő volt a popstar. Aha, az idol. Solítársak, vagy valami híresség volt, nem? Én már nem tudom, nekem is már régen volt Tofix. Én is már nagyon-nagyon régen láttam az animét, sok-sok évvel ezelőtt. The way she moves is positively mesmerizing, and that pleasant scent I can't quite place. Csak ahogy mozog, már önmagában ilyen kellemes érzés. És az illata is kellemes. Kellemes az illata. Felébredtek Nagi-nek a szakfétisei. Maizono Sayaka. When I saw her name in the thread online, frankly, I was pretty surprised. Hát amikor megláttam online a nevét, akkor eléggé meglepődtem. Tehát egyike a nagyon népszerű idol csapatnak, ő a lead singer, tehát ő a vezető énekes. In fact, ja igen, she is the lead singer, igen, as the ultimate pop sensation, she is in high demand to appear on TV and magazines everywhere. Tehát mivel egy ilyen nagy idol,
nagy sztár a csaj, ezért mindenki azt akarja, hogy egyfolytában tévén legyen, meg újságokban jelenjen meg. But actually, that's not the only reason I was so surprised to find out she would be going to this school. De nem ez volt az egyetlen egy oka annak, hogy meglepődtem, hogy ezt az iskolát választotta. Biztos vagy benne, hogy nem emlékszik rá, de... Well, never mind, no matter how you slice it, she's really beautiful, almost like a dollar sign. Tuti, hogy ő volt a volt osztálytársa Náginek. Abból ítélve, hogy a monológia milyen volt Náginek, tuti, hogy ő lesz az. Szép lábak, igen, Vocaloid Lover. A lényeget már megtaláltad. Well, never mind, no matter how you slice it, she's really beautiful. Ja, igen, akárhogy is, de az a lényeg, hogy nagyon gyönyörű, és már-már egy babához hasonlóan szép. Én nem vagyok baba, én életben vagyok, azt mondja. Mi, hallottál engem? Pszichik, képes olvasni az elménkben? Ó, az probléma. Az baj lehet a jövőben, hogy tud olvasni az elménkben. Nem, csak meg tudja mondani a reakciónkból azt, hogy mit gondolunk. Tehát tud olvasni az arcmimikánkban, meg a testbeszédünkben tud olvasni, abban tudja kikövetkeztetni, hogy mit gondolunk. Aha! Most már mindent értek. She's a sharp one. Vele vigyázni kell, ő nagyon ki van élezve. Hey, by any chance, amúgy... Csak úgy mellesleg... It must be! I'm sure of it! Mi ez a Jojo pose amúgy? Vagy csak nem, biztos vagyok benne. Hey, Makoto, te... Álljatok meg, emberek! Mióta vesztegetitek a fontos időt, hogy csak oda-vissza beszélgettek? Morebbű baj lesz, igen, topics. The waste of valuable time with this ridiculous back and forth. Tehát csak ezzel a jellegtelen beszélgetéssel meddig akarjátok mulatni az időt, igen? Sorry, just got carried away, I guess. Csak túlzásba vittem, azt hiszem. Self-introductions are for introducing yourself, not bumbling through a bunch of idle chit-chat. Tehát a bemutatkozás az arról szól, hogy bemutatjátok magatokat, nem arról, hogy elkezdtek flörtölni. You're right. Jó, igazad van. Bocsi, Makoto. Erről majd később beszélhetünk. Oké, tehát tuti, hogy ő is emlékszik rá, hogy volt osztálytársak vagyunk. Ebben biztos vagyok. It sounded like Sayaka really had something she wanted to say. Úgy hallgatott, mint hogy a Sayaka tényleg valamit akart volna nekem mondani. Én a formás állkapcsot szeretem. Hát Barni Basa, mindenkinek megvan a maga fétise. But it's not like we'll never see each other again. Like she said, we can talk later. Nem, mintha soha többé nem találkoznánk. Az a lényeg, hogy még találkozunk, és majd megbeszéljük a dolgainkat. Fukawa Toko. Nem, mintha emlékeznél a nevemre. Toko. Mind Fukawa Toko az ő neve. Ja, ő a skizofrén csaj. Ultimate Writing Prodigy. Aha. Azt mondja, yeah, she wrote a novel when she was 10 that got everyone talking and launched her literary career. Tehát egy ilyen zseni író 10 éves korában írt egy, egy könyvet, és nagyon felrobbant, és ezzel meg is indult az ő karrierje íróként. Üzenem Makotónak, hogy sosem lesz mi az, aki... Igen. Pillanat. Iszok egyet megint, mert kezd nagyon kiszáradni a számosok pofázástól. Mikor jön már Kirigiri? Csak Kirigiri érdekel engem, ő a best girl nekem. Na, then 2 years ago, she raised Solinger's The Ocean, a love story said to be her masterpiece. De hát 2 évvel ezelőtt kiadott egy könyvet, Solinger's The Ocean. Tehát... Nem fogom lefordítani a címet, mert messze túl bonyolult lenne, és túl sokat gondolkoznék rajta. Szóval egy szerelmi történetet írt meg, ami az eddigi legnagyobb mesterműve lett neki. The book was such a hit with women that fishermen quickly shot to the top of every hottest man poll. Annyira nagyot szólt az írománya a csajnak, hogy konkrétan felrobbant a halászoknak a népszerűsége, és a legjobb pasik kategóriában nagyon felkapottá vált a halász kategória. Jaj, ne! Dying Voice, ne! Azt a számot ne írd le, az el van átkozva. Na, szóval kicsit hasonlít Sakira. Hát, szerintem nem. Sakira ki van engedve a hosszú haja, ha jól emlékszem, de nem vagyok benne biztos. Most csak így hirtelen, ami eszembe jutott.
Hoho, az egyből sok a spoiler, majd arra leszek kíváncsi, hogy mennyit fogok spoilerezni, fogtok spoilerezni a kettő és a másik harmadik évadból. Tofix, köszönöm szépen a cheert. The book was such a hit with women that... Ja, igen, ezt elmagyaráztam, hogy a legjobb pasik között egy felkapott topikká vált a halász, mert a könyve ebben a témában íródott. Despite her age, she has won countless literary prizes and all her books are instant bestsellers. Tehát annak ellenére, hogy milyen fiatal, megszámlálhatatlanul sok díjat nyert, és bármelyik könyvével is végez és kiadja, azonnal bestseller lesz belőle. Halló, legyen Tet, hasonlít a neved Tetre a No Game No Life-ból, tudod, a játéknak az istene, Discord világának az istene Tet. Tuti, onnan jön a neved. Remélem legalábbis, hogy jól találtam ki. Na szóval, which is why she is to be known. Ja igen, tehát azért, mert egy nagyon felkapott író, konkrétan a generációjának a legjobbja. Ezért ő lett az Ultimate Writing Prodigy, tehát ő a legnagyobb hiper-szuper írói tehetség per pillanat. Kis tudatlan. Igen. Teli találat, Tet? Nice, jól van, örülök neki, hogy eltaláltam. What else would you call such a young and talented author? Hát minek is hívnál egy ilyen fiatal és tehetséges írót, mint sem Jenny-nek. But I figured she would be a lovey-dovey type. Tehát azt itt a főszereplőnk, hogy egy ilyen nagyon szeretetteljes egyén, aki el van a kis maga világában és nagyon szerethető ember. Abból ítélkezve, hogy milyen regényeket írt eddig. De eléggé más ember, mint amilyen könyveket ír. Ki gondolta volna? Annak ellenére, hogy románcokat ír, köze nincs a románchoz személyiség szempontjából. Az a fej! Jézusom, imádom a karakter dizájnokat ebben a játékban még mindig. Very, it's not polite to stare. Nem valami udvarias az, hogy csak bámulsz. Ez az éles váltás, igen. Ne bámulj rám, mint valami mocskos teremtményre. Filthy creature, mocskos teremtmény? Mi? Nem úgy gondoltam. I know what you just thought. Tudom, hogy mit gondoltál. You just thought you've never seen such an ugly woman. Tudja, hogy azt gondoltad, hogy sosem láttál még ilyen ronda nőt. Hát szerintem még bőven belefér az egész jól kinéző nők kategóriájába, legalábbis a kettődés karakterek között. You just thought it was so funny. Csak úgy gondoltad, hogy ez annyira vicces. Aha. No, that's not what I was thinking at all. Egyáltalán nem ezt gondoltam. Ne próbálj meg nekem hazudozni. I know it's true, otherwise you can't stand looking at me. Tudom, hogy igaz, másképpen biztos, hogy nem bámulnál rám. Vagy bámulnál az arcomba. Whatever, I don't really care, I'm used to it. Na, mindegy is, nem igazán érdekel, már megszoktam. Akkor miért kett ki magából ennyire, hogyha már megszokta? Na, mindegy. Wow, talk about inferiority complex. I was way off about what a successful author would be like. Tehát, ja, igen, hát igen, ilyesmi a kisebbségi komplexus. Egy kicsit tévedtem azon a téren, hogy milyen is lenne egy hozzá hasonló író. 3D-s lányok nem fontosak, azt mondott Barni Basa. Az Ultimate Despair Girls-ben sokkal jobban néz ki, elhiszem. Na akkor beszéljünk az igazságmániással.